Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik megtiszteltek bennünket ezen a vasárnap délutánon, hogy meghallgassák jótékonysági koncertünket. A koncert, amelyet a Hévíz-Györki asszonykórus indított el most a mai napon, arról szól, hogy szeretnénk, ha saját magunk, szeretteink, a környezetünkben élők egészsége egyre biztosabb kezekben legyen, egyre inkább sikerüljön megvalósulni az, hogy meggyógyulunk, bármilyen nehézségek vannak is. Hiszen az orvostudomány sok mindent elért már a mai időkre, és sok mindent szeretne elérni ezután is, de ahhoz, hogy elérhesse egyre jobban, egyre színvonalasabban az eredményeket, szükséges, hogy valami anyagi támogatás is legyen. És hogy jobb színvonal legyen, ezért indult el ez a koncert sorozat, amely a környéken szinte már mindenhol megvalósult. Most eljutott ide hozzánk is, és reméljük, hogy a segítség, amelyet adni tudunk, az sokat jelent majd az Aszód rendelő intézetnek. Reméljük, hogy mindaz, amit tenni tudunk érte, és meg is teszünk, az erősít mindannyiunkat, és színvonalasabb ellátást jelent majd a rendelő intézetben. Szeretném először is Vazon Tibor polgármester urat kérni, hogy itt a koncert kezdetén mondja el üdvözlő szavait. Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Tisztelt főigazgatóasszony, főorvos úr, polgármester úr, plébános úr, lelkésznő, kedves vendégeink! Albert Schweitzer idézetével köszöntöm Önöket. Június 4-e az összetartozás napja. Június 5-e is az összetartozás napja. Néhány éve összetartozik az aszódi szakrendelő, a 60-i Albert Schweitzer kórház és a rendelőintézet ellátási területének a lakosai, így a Hévíz-Györki lakosok is. Nehezen indult, erről talán főigazgató asszony többet, bővebben tudna mondani. Ahogy mondani szokták, minden kezdet nehéz. De a 60-i Albert Schweitzer kórház dr. Stankovics Éva főigazgató vezetésével, mintha ismerte volna és megfogadta volna a mai evangélikus Isten tisztelet egyik énekének részletét, a rögös út ne legyen gát. Azt lehet látni, kinek személyesen, kinek a televízió képernyőiről, hogy a kórház vezetése szívügyének tekinti az aszódi rendelőintézet fenntartását, működtetését. Hiszen a kórházi épület felújításának, a kórház eszközeinek a folyamatos, mai, modern eszközökre történő cseréjének a sok feladattal járó munka mellett az aszódi rendelőintézet korszerűsítésére is marad energiájuk, köszönjük nekik. Ha jól tudom, az épület külső energetikai felújítása a következő év, következő évek tervei között szerepelnek. És ha ez megvalósul, akkor én úgy gondolom, hogy szebb, méltóbb körülmények között végezhetik a szakemberek, ápolók, a sokszor embert próbáló napi munkájukat. A kórház vezetése mellett szívügyének tekinti a Legyen az Ön Szívügye alapítvány is az STK sorsát. Ez az alapítvány azért jött létre, hogy lehetőséget keressen az épület és az eszközök jobbá, szebbé tételére. Az alapítvány létrehozójának, dr. Bodó Zsolt főorvos úrnak külön köszönettel tartozunk. Külön köszönettel tartozunk, hiszen a gyógyító munka mellett
még az alapítvány munkájára is futja idejéből, erejéből. Az alapítványnak a munkásságát is köszönet illeti. Köszönet illeti őket, ugyanis mindent elkövetnek annak érdekében, hogy többek között a Hévízgyörki emberek minél méltóbb körülmények között gyógyulhassanak. Köszönet illeti a rendelőintézet valamennyi orvosát, ápolóját, dolgozóját a mindennapi áldozatos munkájukért. Ez a jótékonysági rendezvény, ahogyan az ezt megelőzőek is, nem véletlenül az Isten házában kerültek, kerül megrendezésre. Nem véletlen, hiszen test és lélek kéz a kézben jár. Ahogy Anna mondás is tartja, épp testben, épp lélek. A tegnapi összetartozás napi igehirdetésben hallhattuk, ne akkor keressük Istenünket, amikor már baj van, hanem előtte, hiszen őt bármikor kereshetjük, mindig rendelkezésünk rá. Mi emberek azonban már csak ilyenek vagyunk, hogy akkor keressük, amikor már másra nem számíthatunk. De nem csak lelki, hanem testi problémáinkkal is ugyanígy vagyunk. Csak akkor fordulunk orvoshoz, ha már nagy a baj. Pedig ha jó időben felkeresnénk orvosainkat, ápolóinkat, sokkal kevesebb idő alatt, sokkal kevesebb szenvedéssel léphetnénk a gyógyulás útjára, gyógyulhatnánk meg. Remélem, ezen a rossz szokásunkon változtatni fogunk. Én tisztelettel és szeretettel megköszönöm a Hévízgyörki Római Katolikus Egyházközségnek, hogy a mai rendezvényünknek helyt adott. Köszönöm fellépőinknek, hogy szakítanak időt embertársaikra, és köszönöm valamennyi vendégünknek, hogy eljöttek, szívügyüknek tekintik, és támogatják rendezvényünket, és végül, de nem utolsó sorban, megköszönöm a Régió Plusz Televíziónak, mint fő média támogatónak az évek óta, és reméljük, hogy még sokáig tartó munkáját, és itt köszönöm meg a Galga Televíziónak a munkáját is. Megköszönöm figyelmüket, a rendezvényhez jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen polgármester úr szavait, és ha már megszólítást kapott, felkérem dr. Stankovics Évát, a 60. kórház főigazgató nőjét, mondja el köszöntő szavait. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, különösen kedves ez a település, ez a megye, ez a térség, ez a járás az én szívemnek. Polgármester úrral már nem most ismerjük egymást, nagyon sokat dolgoztunk mi együtt a megyei önkormányzatnál, különösen kedves 14 év volt az én számomra, amikor ott megkezdhettem a pályámat. Emlékszem arra az előterjesztésre, amit én írtam, ahol az asszonykórust Pest megyéért emlékéremre terjesztettük fel. Nagyon kedves a szívemnek ez a hely, ez a megye. Természetesen ugyanennyire kedves Heves megye is, hiszen az a munkahelyem, azt gondolom, hogy az a hivatásom most már egy jó ideje. És ezért volt a mindamellett, hogy szakmai indokok is meglehetősen erősítették azt a szándékot, amiről polgármester úr beszélt, hogy az Aszódi Szakrendelő Intézet visszakerüljön a 60. Albert Schweitzer Kórházhoz, hiszen az 60. és az Aszódi járás összetartozik, olyan közel van egymáshoz, hogy abszolút indokolt, hogy ennek a térségnek, ennek a járásnak a lakosai, ezeknek a településeknek a lakosai is ott vegyék igénybe az egészségügyi szolgáltatást. Nagyon kedves a szívemnek az is, amit plébános úr is említett, polgármester úr is említett, hogy most már nem ez az első állomása ennek a jótékonysági koncert sorozatnak. Én azt gondolom, hogy egy remek példa, egy követendő példa ez itt a térségben, hiszen az egészségügynek minden forrásra, minden támogatásra szüksége van. Én azt gondolom, hogy az Aszódi Szakrendelő Intézet, amióta
hozzánk tartozik, azt a bizalmat mindenképpen, hogy hozzánk tartoznak, hozzánk akartak tartozni, köszönjük szépen, de látszik a fejlődés, elindult egy olyan fejlődés útján, ami az elmúlt 3 évben azt gondolom, hogy páratlan volt itt a térségben, és igen, jól hallott a polgármester úr, én már a terveket is láttam, a szakrendelő intézet meg fog újulni kívül mindenképpen, de egy kicsit belül is. Én azt remélem, hogy jövő ilyenkorra már egy megújult, egy modern, korszerű, energetikailag felújított intézményben vehetik itt a környék, a térség lakosai igénybe az egészségügyi ellátást. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az ilyen alkalmak, az ilyen lehetőségek, amikor egy-egy település lakosai, az egyház, a polgármesteri hivatal, egy alapítvány összefog, ez mindenképpen nélkülözhetetlen lesz a jövőben is, hiszen olyan apró dolgokat, nem is olyan apró, de nagyon fontos dolgokat, ami az egészségügyi szolgáltatás színvonalát növeli, ilyen támogatásokból tudunk megvásárolni. Rengeteg ilyen apró beruházás, akár anyagi, pénzügyi forrásból, vagy akár munkaerőfelajánlásból, vagy anyagfelajánlásból, nagyon-nagyon sok minden történt ilyen rendezvényeknek köszönhetően az elmúlt években az aszódi szakrendelőben. És én azt gondolom, hogy mindemellett, hogy mindenkinek pozitív irányú szándéka van, pozitív irányú gesztusokat tesz a szakrendelő működése érdekében, az ilyen összetartás, az ilyen lelkesedés, az ilyen példa az, ami még mindig és hosszú-hosszú ideig életben fogja tartani ezt a szakrendelő intézetet, mert enélkül, a lélek nélkül ez nem menne. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a mai napon eljött, ezt a vasárnap délutánt erre a nemes célra áldozta. Köszönöm szépen a plébános úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a templomot. Köszönöm az önkormányzatnak is, hogy felvállalta a szervezést. A fellépőknek mindenképpen köszönöm azt, hogy ilyen nemes cél érdekében mutatják meg tudásukat, lépnek fel, és kicsit szórakoztatnak bennünket, hiszen a jótékonyságban én azt gondolom, hogy a támogatás mellett mindenképpen és semmiképpen nem elhanyagolható az, hogy a közönség jól érezze magát, egy remek kulturális élménnyel gazdagodva térjen haza, és mindemellett persze még tettünk és segítettünk is, ez azt gondolom, hogy mindenképpen nemes gesztus. Köszönöm szépen főorvos úrnak is, aki évek óta fáradhatatlanul az alapítvány életét egyengeti, és nagyon-nagyon sok mindent köszönhet ez a rendelőintézet neki, az alapítványnak, az ő tevékenységének. Én azt kívánom, hogy érezzék magukat jól, és teljen kellemesen ez a vasárnap délután, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és támogatják az alapítványt és a rendelőintézetet. Ígérem, mi, mint nagy anyaintézmény, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez az intézmény, hogy a rendelőintézet hosszú-hosszú ideig jól az önök egészségének szolgálatára működjön. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen főigazgató asszonynak kedves szavait, és ha már újonnan is még egyszer is megszólítatott, szeretném megkérni dr. Bodó Zsolt főorvos urat, legyen az ön szívügye és alapítvány kigondolóját és alapítóját, hogy ő is mondja el köszöntő szavait. Tisztelt hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy ezen a vasárnapon üdvözölhetem Önöket, az aszódi szakorvosi rendelőt támogató, legyen az Ön szívügye is alapítvány javára rendezett támogatói délutánon. Koromnál fogva, meg az aszódi szakrendelőben eltöltött közel 40 év után már elnézhető
egy kicsit nosztalgiázok. Van is miről. Jól emlékszem arra az időre, amikor Hévíz Györkön élt és dolgozott Bitter doktor, Galga Hévízen Pöstjén doktor, Turán Békési Üdön. Minden falunak megvolt a maga jó nevű doktora, akik egyedül dolgozva csak a kórházaktól számíthattak segítségre. Tudom, hogy nagy segítséget jelentett számukra a szakorvosi rendelő megindulása. Az eltelt 53 év hozott a rendelőnek jót is, kevésbé jót is, sokszor nehéz volt, máskor valamivel könnyebb volt az életünk. A finanszírozás útvesztőiből sokszor nehezen jöttünk ki. Így történt, hogy létrehoztunk egy alapítványt azzal a szándékkal, hogy segítsük a rendelőintézetet a Galga völgye lakosainak a támogatásával. Az alapítvány 5 éve működik, és hála önöknek, ennek a támogatásnak köszönhetően milliós nagyságrendű beszerzéssel várótermi ülőbútorok, szalagfűkönyök, modern EKG-készülékek, kéziműszerek vásárlásával, mozgáskorlátozott WC kialakításával, rendelőhelyiségek felújításának segítésével támogathattuk a rendelő mindenkori működtetőjét. A tartalékainkból és a mai napi bevételből egy-két olyan rendelőbe szeretnék légkondicionáló berendezést szerezni és felszereltetni, ami nagyban segíti az ottani munkát, és a betegeknek sem közömbös. Tessenek arra gondolni, hogy a sebészeten nem csak a nyári meleg, hanem még egy műtőlámpa is melegíti az alatta fekvő beteget. Hálásak vagyunk az önkormányzatoknak, melyek mellénk álltak. Köszönjük a lakosoknak, akik támogattak bennünket. Köszönjük mindazoknak a szervezőknek és közreműködőknek, akik létrehozták ezeket a támogatói esteket. Tisztelettel köszöntöm én is Tankovics Éva főigazgatónőt, a 60-i kórház rendelőintézet vezetőjét, Bazán Tibor polgármester urat és önöket, és kívánom, hogy érezzék jól magukat, és legyen sikeres az előzőekhez hasonlóan ez a mai összejövetel is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen főorvos úrnak a szavait, és hogy nehogy az a vád érjen bennünket, hogy sok beszédnek sok az alja, épp ide, hogy elkezdjük a mai rendezvényünket a fő részével, és ezért szeretettel megkérem Mackó Mária, Emerton és Magyar Örökség díjas énekművésznőt, hogy adja, mutassa be nekünk gyönyörű énekhangját, tudását, és káprásztasson el bennünket énekével. Aqui.
Atyánk, ki vagy mennyekben, uralkodol mindeneken, szenteltessék meg szent neved.
egybegyűlve együtt vagyunk. Lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk. Szűnjenek a rút viszályok, megszólások, s ott lakozzék mi közöttünk Krisztus Isten. Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten. Váltságunkra értünk adtad. Szent Lélek Isten elküldted, legyen irgalma előtted. Szent Lélek Isten elküldted, legyen irgalma előtted. Nincsen ennél szebb rózsa. Ez nem hervadt soha, hiszek egy is mi atyán. Annak az ágán. Hiszek egy is mi atyán. Nyílik annak az ágán.
Yeah.
Minden szava áll.
Bocsáss meg sok vétkünk, ez árnyalvaságunk. Ne büntess meg minket, köszönjük Máriának a szép, gyönyörű énekeket, amelyek úgy gondolom nem is hangozhattak el jobb helyen, mint itt a templomban. Folytatásként ismét a Hévízgyörgyi asszony kórust szeretném kérni, hogy ismét mutassák meg szép hangjukat, segítsenek bennünket egy kicsit emelkedettebb hangulatba. Igaz, már magasabbra sokkal nem tudunk menni, mint Mária szép éneke után, de ők megpróbálják még ezt is. Thank you.
Hálás szívvel köszönjük bűvésznőnek és az asszony kórusnak, hogy nem is tudok szebbet, jobbat mondani, mint gyönyörű hangjukkal. Egy kicsit elringatták a szívünket, fölemelték mennyei atyánkhoz, fölemelve a lelkünket az Istenhez, egy kicsit talán nyugodtabban, békésebben mehetünk haza. Köszönjük nekik, hogy rászánták az időt és a fáradtságot arra, hogy ellátogassanak ide ma hozzánk, és hogy segítsenek bennünket ne csak abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, hanem abban is, hogy segíteni tudjunk. Az ő közreműködésük is azt a célt szolgálja, hogy az elején elmondott aszódi szakrendelő intézet gépparkját, felújítását elősegítsük. Ezért szeretettel kérjük az adományaitokat kifelé menet, jobb kéz felől, az ott elhelyezett dobozba tehetjük adományainkat, amivel segíthetjük ezt a nemes célt. Megköszönve főigazgató asszony és főorvos úr közreműködését, polgármester úr szavait, és mindannyiótoknak, hogy eljöttetek ide, hogy egy kicsit együtt hallgatva a gyönyörű énekeket, mi magunk is közelebb kerüljünk az Istenhez, és megértsük, hogy a nemes cél, amelyet kitűztünk a mai délutánra is, az egyre közelebb legyen a megvalósításhoz. Köszönjük, hogy eljött mindenki, aki megjelent, köszönjük a segítséget, és még egyszer hagy köszönjem meg Mackó Mária művésznőnek és az asszonykórusnak a közreműködését. Úgy gondolom, befejezésül még egy nagy tapsot adhatunk nekik. Legyen előttetek mindig út, fújjon mindig hátatok mögül a szél, az eső puhán essen földjeitekre, a nap melegen süsse arcotokat, s amíg újra találkozunk, hordozzon titeket tenyerén az Isten. Egy gyönyörű ősi irádás kísérjen további missziós utunkon minnyájunkat, és most különösen kapaszkodjunk bele a fénybe, amellyel a sötét erőt le tudjuk győzni. Eljött a csend imája, a béke. Legyen közöttünk, és legyen bennünk, hogy fényességesen sugározhassunk, hiszen ez a dolgunk. Nem panaszkodni jöttünk erre a földre, hanem szeretni, és vidámságot, örömet sugározni Jézus jelenlétével. Köszönjük az együttlétet! Ismételten köszönjük az itt létet mindenkinek, szép további vasárnapot kívánok, és a következőkben jó munkát, kitartást és örömet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Még az alapítvány szeretne néhány szót szólni. Tulajdonképpen már nem maradt számomra más, csak megköszönni ezt a mai délutánt. Először is köszönetet mondanánk Karácsondi Mihály tisztelendő atyának, hogy befogadott bennünket, átengedte a templomot erre a délutánra. Kérjük, fogadjon el egy emléklapot és egy csekély ajándékot. A szívből jövő ének az felfele száll. Én azt hiszem, hogy ma, amit elhangzott, az mind-mind fölfele ment. Köszönjük Mackó Mária Emerton és Magyar Örökségdíjas énekművésznek a közreműködést és az önzetlen támogatást. Kérem, fáradjon ide!
Köszönjük a Hévíz Györki asszonykórusnak a közreműködést, igazán öröm és nagy öröm volt hallgatni őket. A képviselőjüket szeretnénk ide kérni. Köszönjük Bazán Tibor polgármester úrnak és a szervező segítőinek, és mindazoknak, akik részt vettek abban, hogy ma délután ez az összejövetel így megtörténjen. Kérem polgármester urat. Köszönjük a Galga TV-nek a közreműködését. Végül is nem utolsó sorban köszönet illeti a Régió Plusz TV-t, akik a kezdetektől fogva kísértek és segítették az alapítvány munkáját. Olyan nagy és sokrétű a segítségük, mintha örökbe fogadtak volna minket. Köszönjük és kívánjuk, hogy ne jelentsünk nagy terhet a munkájukban és az életükben. Végül köszönjük Önöknek, akik végighallgatták ezt a gyönyörű koncertet, és adományaikkal hozzájárultak a munkánkhoz. Kívánok a nap hátra lévő részében jó pihenést. Köszönjük szépen! Köszönjük a főorvos úrnak is a köszöntéseket, és a köszönét majd úgyis a Jóistentől jön igazából, ő adja azt, amit ő szándékozott nekünk, csupán egy kis közreműködésünket kéri, ezt tegyük meg most. Isten áldja mindannyiukat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!